84. Zsoltárunkkal, a 84. Zsoltár első három versét énekeljük. 84. Zsoltárunk első három versét énekeljük, így kezdődik. Ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak. Imádkozzunk testvérek! A mi segítségünk és együttlétünknek megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló, igaz Isten. Amen. Édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy ismét veled találkozhatunk, és téged magasztalhatunk a te hajlékodban. Köszönjük neked a délelőttnek az áldásait is, a te igédet, megszólító szeretetedet. Köszönjük, hogy figyelmeztettél bennünket arra, hogy mennyire fontos a te igédet életünk középpontjában tartani, hogy te szeretnél tanítani, oktatni, nevelni bennünket, és úgy gondoltad jónak, hogy az ige hirdetés bolondsága által is végzed ezt a tanítói szolgálatot. Köszönjük neked, ami Urunknak, a Jézus Krisztusnak a példáját, aki
főleg tanítóként és prófétaként járt közöttünk ezen a földön, és köszönjük azt a nagyon sok bátorítást, azt a sok jó hírt, amit kaphattunk tőled a délelőtt folyamán, hogy átfogó terved van ezzel a világgal, és benne a mi életünkkel is, és nincs olyan megkötözöttség, mélység, bűn, nyomorúság, szegénység, vakság, nincs olyan állapot, amiből te ne tudnál kimenekíteni bennünket. Urunk, ezért is köszönjük neked azt, hogy te nem csupán az önmagad kijelentésére törekszel, hanem arra is, hogy bevonj bennünket a veled való kapcsolatba és közösségbe, hogy a veled való kapcsolat nem csak arról szól, hogy te beszélsz hozzánk, hanem arról is, hogy mi is szólhatunk hozzád, hogy mi is beszélhetünk veled. És ezért adtad az imádságnak az ajándékát. Köszönjük, hogy az imádságról tanulhatunk az elkövetkezőkben. Köszönjük, hogy erre nézve is van neked tiszta és biztos útmutatásod, és Urunk, szeretnénk, hogyha felvérteznéd a mi életünket, szívünket, igazi vágyakozással arra, hogy ne csak te beszélj, de mi is szólni akarjunk és kívánjunk hozzád. Adunk teljen meg a vágyal, veled való találkozásnak a vágyával, a veled való beszélgetésnek a vágyával a szívünk, és vezess bennünket a te igét hallgatásában, annak befogadásában, áld meg a mi együttlétünket nagy kegyelmedből. Köszönjük, hogy meghallgatsz az Úr Jézusért. Ámen. Drága testvéreim, Mózes második könyvéből olvasom az igét ma délután, a 17. fejezet 8. versétől a 13. versig terjedő ige szakaszt. Olvasom tehát Isten igéjét Mózes második könyvéből a 17. fejezet 8. versétől a 13. verséig terjedő ige szakaszt. Hallgassátok ezt figyelemmel, alázattal, és foglaljátok el helyeteket az ige hallgatása idejére is. Eljött Amálek, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsuénak, válasz ki férfiakat, vonulj ki, és ütközd meg Amálékkal. Én pedig odaállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. Józsué úgy cselekedett, ahogyan Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valahányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálék volt erősebb. De Mózes kezei elfáradtak. Ezért fogtak egy követ, alája tették, és ő ráült. Áron és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik amarról, úgyhogy két keze fölemelve maradt naplementig. Így győzte le Józsué Amálékot és annak hadát fegyverrel. Drágáim, a Heidelbergi K.T. magyarázata során eljutottunk az imádságról szóló részhez, amely ugye kiváltképpen való része annak a háládatosságnak, amit Isten felé mutathatunk, és én szeretném, hogyha egy kicsit többet is beszélgetnénk az elkövetkezőkben az imádságról, hogyha több időt szentelnénk ennek, hiszen úgy érzem, hogy mintha egy kicsit elsorvat volna az ima élete a mai embernek, és ez úgy általánosságban is jellemző, hiszen a rohanó élet, aminek úgy közhelyesen nevezzük a mai életet, és hát ez így igaz, kiölte belőlünk azt a csendet, azt a türelmet, és azt az összpontosítást, ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy jó ima életünk legyen. Ráadásul úgy gondolom, hogy az imádkozás az egy természetellenes tevékenység, vagyis berzenkedik a mi emberi természetünk az imádkozással szemben. Hogy miért is van ez így? Nyilván a bűnnel telt természetünk, ami bűnnel fertőzött természetünk számára természetellenes, nem a teremtettségünkből adódik ez, hiszen Isten nem úgy teremtett meg bennünket, hogy ne akarnánk mi vele kapcsolatban lenni.
Most miért is természetellenes tehát az imádkozás? Azért, mert úgy gondolom, hogy születésünktől fogva azt tanuljuk, hogy bízzunk önmagunkban. És minden erőnkkel arra törekszünk, hogy ne szoruljunk rá senki másnak a segítségére. És amikor imádkozunk, akkor éppen ennek a mélyen bennünk gyökerező értékeknek adunk egy-egy pofot. Amikor, mert mi úgy gondoljuk, hogy mi önállóak vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy elég erősek vagyunk, mi úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a magunk problémáit. És az imádkozás az valahol támadás az ember függetlensége ellen. Azoknak, ugye, akik mindig gyorsan élnek, akik mindig az előző sávban szeretnek haladni, akiknek pörög az életük, azok számára az ima az mindig egy erőteljes akadály a haladásban, egy kínos fékező erő. És ezért természetünkből adódóan berzenkedünk az imádság ellen. Én látom rajtatok is nagyon sokszor, látom a gyülekezeten is, hogy olyan nehéz benneteket ima életre nevelni. Látom önmagamon, hogy önmagamat is olyan nehéz ima életre, egy igazán mély és Istenre ráhangolt ima életre ösztönözni. Mert hogy az imádkozás idegen, ami büszke emberi természetünktől. Pedig valahol, valamikor, előbb vagy utóbb, meg vagyok győződve, valószínűleg mégis mindnyáján elérkezünk arra a pontra, amikor térdre hullunk, meghajtjuk a fejünket, és Isten felé fordulunk, és imádkozunk. A kórházban jól meg lehet figyelni ezeket a dolgokat, hogy az már egy olyan pont, amikor ugye voltak ilyen esetek, hogy megkérdeztem szobatársamtól, hogy nem haragszik, hogyha imádkozom. Nem haragszik, hogyha imádkozom érte is. Olyankor senki nem haragszik. Olyankor senki nem haragszik, mert a kórházi ágyon van, és amikor elér az emberi erőnek a végéhez, és ugye szembesülnie kell azzal, hogy na mit is értem el én az én büszkeségemmel, mit is érek én el azzal, hogy ott eddig azt hittem magamról, hogy ura vagyok a helyzetnek. Kiderül, hogy nem vagyok ura a helyzetnek, és kiderül, hogy szükségem van az imádkozásra. Na most miért jutunk el az imádsághoz? Kérdezzük. Két lehetséges magyarázatot találok erre, hogy miért jutunk el. Most egyrészt azért imádkozunk, mert ösztönösen van bennünk azért egy ilyen ösztön is nyilván, hát Isten teremtett bennünket, és ugye a maga képére, a maga hasonlatosságára teremtett bennünket. Mi az ő képviselői vagyunk ezen a földön. Az ő jelenlétét képviseljük, tehát ott van valahol az Isten jelenléte az emberi életben. Így hát ösztönösen is ráérzünk, de ha nem ösztönösen, akkor hozza magával a tapasztalat egy idő után, hogy megértjük, hogy Istennel imádságban lehetünk a legmeghittebb kapcsolatban. Igazi meghitt Isten élményünk valójában csak is akkor van, ha van ima életünk. Ezért ne csodálkozunk, hogy nem értik az emberek, akiknek nincs ima életük, hogy hogyan is lehet Istennek kapcsolatban lenni, hogy hogyan is valósul az meg, hogy Istent érezni lehet, Isten jelenlétét meg lehet tapasztalni. Aki nem vett részt egy jó ima közösségen például, az még igazán nem tudja, hogy mit jelent az, amikor valóban érezzük, hogy Isten ott van közöttünk, és Isten kiárad, Isten jelenléte kiárad. Na de kérdezzük meg csak azokat például, akiket tragédia ért, akik próbán mennek keresztül, vagy akiket nagyon nagy gyász ér, akik kudarcot vallottak, akik vereséget szenvednek sok mindenben, akiket magány vesz körül, vagy valamilyen megkülönböztetés éri őket. Kérdezzük csak meg, hogy mi ment végbe a lelkükben, amikor végül térdre hullottak, és kiöntötték a szívüket az Isten előtt. Meg vagyok győződve, hogy a legtöbben azt mondanák, és azt is mondják, hogy nem tudom megmagyarázni miért, de az Istennek a jelenléte körülvett engem, és úgy éreztem, hogy az Isten ott van velem, ott van mellettem, és megért engem. Az elmúlt vasárnap együtt úrvacsorázhattam egy idős emberrel, aki nem is a mi felekezetünkből való volt, nem is a mi nemzetünkből való volt, és nem tudom elfelejteni ezt a jelenetet, miután megtörtént ez a meghitt testvéri közösség, az úrvacsorázás, és én kikísértem a vendégeimet, akik ott voltak, hogy jöttem vissza a kórtermünk felé,
Már ki a folyósóra hallottam ennek a bácsinak, a Traján bácsinak a hangját, hogy nagy lelkesedése szinte kiabálva mesélte a feleségének, hogy mi történt vele azon az estén. Ő nem tudta szavakba önteni, nem tudta megfogalmazni igazán, hogy mi volt ez. De azt mondja, hogy 81 éves vagyok, és még soha ilyen csodálatos dolog nem történt velem. És végig nyögte azelőtt az éjszakát, és na hát nem sorolom, hogy ott a gastroenterológián milyen érdekes dolgok történnek az emberekkel, meg a páciensekkel, nem feltétlenül szalonképes dolgok. De olyan lelkesedéssel mondotta ez az ember. Isten élménye volt ennek az embernek, hogy valami olyasmi történt, amit nem tudott megmagyarázni. De körülvette őt az Istennek a szeretete. És nem is mondom azt már, hogy ugye a bél működése is rendbe jött aznap éjszaka. Én nem tudom másnak tulajdonítani ezt a dolgot, mint annak, hogy amikor Isten békességem, ugye, ezt is mondja Pál is a Filippieknek, ha jól tudom, ugye, hogy minden dolgot, imádságban, háladásra tájátok fel, szíveiteket az Úr előtt, és az Isten békessége, ugye? Mert minden értelmet felülhalad, nem tudjuk elképzelni, ez csak betölti az életedet. És megőriz a szívedet, a gondolataidat. Vagyis az imádság az egy meghitt kapcsolatban von lényegében Istennel. Milyen csodálatos dolog ez. És velem is megtörtént, többször is, hogy valami miatt nagyon aggódtam, valami miatt nagyon küszködtem, voltak ezen álmatlan éjszakáim is, és amikor úgy el tudtam engedni magam, és Isten kezébe elhelyezni az életemet, és úgy el tudtam neki mondani a dolgaimat, akkor nem tudom, hogy, de mégis meg tudott nyugodni a szívem. És meg tudta nyugtatni az Isten az életemet. Nem múlt el sokszor a próba, vagy nem oldódtak úgy meg a dolgok, ahogy én szerettem volna, de megváltozott bennem valami attól, hogy az Isten jelenléte körülvett engem. Milyen csodálatos dolog ez. Egy lelki pásztor mondja a következőket erről a meghitt kapcsolatról. Nem volt mindig erős oldalam az imádság. Sok éven át még egy nagy gyülekezet espereseként is többet tudtam az imádkozásról, mint amennyit egész életemben imádkoztam. Versenyló természettel születtem, és nagyon jól ismerem az önelégültség és a függetlenség érzését. Annyi időre sem akartam letérni a siker útjáról, ameddig megtudom, mi az az imádkozás. A Szentlélek azonban olyan világosan vezetett, hogy nem hagyhattam figyelmen kívül, nem okoskodhattam és nem lehettem engedetlen iránta. Útmutatása alapján fel kellett fedeznem, tanulmányoznom és gyakorolnom kellett az imádkozást, míg végül meg nem értettem. Engedelmeskedtem a vezetésnek. 15 vagy 20 alapművet olvastam el az imádkozásról, köztük néhány régit és egy-két újat. A Bibliában szinte minden imádkozásról szóló igét elővettem. Majd pedig nagyon határozott lépésre szántam el magam. Vagyis mire? Elkezdtem imádkozni. 20 éve kezdtem el, írja, időt szánni az imádkozásra, és az ima életem átalakult. A legnagyobb öröm nem a csodálatos ima meghallgatásoknak a sora volt, bár ez is felejthetetlen, a legnagyobb boldogságot az Istennel való kapcsolatomban beállt nagy változás jelentette. Amikor elkezdtem imádkozni, még nem tudtam, hogy ilyen nagy változást fog hozni. És így folytatja, régebben Istennel elég rendszertelen kapcsolatunk volt. Nem túl gyakran jöttünk össze, és nem beszélgettünk túl sokat. Most azonban sokszor vagyunk együtt, nem sietősen beszélgetünk, hanem minden reggel jó ideig lényeges dolgokat érintő, lélekelemző beszélgetéseket folytatunk. Úgy érzem, sokkal jobban megismertem Istent azóta, amióta imádkozni kezdtem. Milyen csodálatos vallomás az ima lényegéről, az ima erejéről. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, drágáim. Milyen az ima életetek? Lehet, hogy ti is többet hallottatok erről. Én is sokszor azon veszem észre magam, hogy lehet, hogy többet prédikálok róla, mint amennyit gyakorolok, vagy mennyit alkalmazom az életemre nézve.
Nagyon fontos az, hogy ne hanyagoljuk az ima életünket, hiszen hogyha erre nem érünk rá, akkor valami nagyon lényegeset veszítünk el az életünkből, és soha nem nyugszik meg az életünk, mert hiszen Isten mellett, az Isten jelenlétében, a vele való meghitt közösségben és kapcsolatban nyugszik meg az életünk. Nos, emellett, ugye, hogy meghitt kapcsolatban vagyunk vele, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig az, hogy az imádság az Isten erejének a csatornája. Az Isten ereje az imán keresztül árad bele az életünkben. Imádságban azt mondja, ugye, az előbb idézett igében is a Filippi levélből, hogy az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, az fogja megőrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat. Tehát az ő békessége az imádságon keresztül fog a mi életünkbe beáradni. És ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog. A Szentírás bővölködik az olyan ige részekben, az olyan bibliai igékben, amelyek mind azt tanítják, hogy mindenható Istenünk kész, hajlandó és képes meghallgatni a követőinek az imádságát. Ott van például, hogy maradjunk annál a történetnél is, amit felolvastam, és annak a környezeténél, történeti környezeténél, Izrael egyiptomi kivonulásának és az ígéret földjére való vándorlásának csodái, azok mi csodák? Azok mind-mind ima meghallgatások. Azok mind-mind ima meghallgatások, és Mózes nagyon jól alkalmazta ezt, nagyon sokszor tele volt a hócipője az egész pusztai vándorlással, meg a választott néppel, meg mindennel, és olyankor mi volt a megoldás? Az, amit mi nagyon sokszor nem alkalmazunk, amikor tele van a hócipőnk a dolgokkal, hogy nem csapkodni feltétlenül, és nem egymáshoz csapkodni dolgokat, ezt nagyon jól tudjuk, egymás fejéhez vágni dolgokat, meg valahogy kiüríteni a feszültséget, ha az erőtelenségünk, a tehetetlenségünk ugye ürül ki minden haragban, meg minden konfliktusban, ahelyett, hogy egyszerűen csak kiürítenénk az Isten előtt, és elmondanánk neki. Mózes nagyon jól alkalmazta, mindig elmondta az Istennek, hogy Uram, ez van, ez történt, ezt kellene most megoldani. De hogyha tovább lépünk az Új Szövetségbe, Jézus példáját vesszük, azok voltak Jézus csodái is, amikor viharokat csendesített le, tömegeket vendégelt meg, vagy meggyógyította a betegeket, és feltámasztotta a halottakat. Mik voltak? Azok is ilyen ima meghallgatások voltak. Ő mindig az Úrral, az Atyával beszélte meg a dolgokat. Vagy ha még tovább lépünk, amikor az ősegyház, az őskeresztény egyház megalakult, növekedésnek indult, és elterjedt az egész világon, akkor is mi történt? Az történt meg, hogy Isten meghallgatta a hívők gyógyulásáért és szabadításáért mondott meg annyi imádságot. Hogy tudtak az első keresztények, a mártírok, a vértanúk, hogy tudtak helytállni? Hogy tudtak azok az eleink, akik közvetlenül előttünk jártak a régi rendszerben, akik börtönben mentek, börtönt viselt emberek voltak, akiket meghurcoltak a hitükért, hogy tudtak helytállni, hogyha nem úgy, hogy közben állandóan kapcsolatban voltak az Istennel, és az ima révén, az imádkozás révén kapták Isten drága erejét. Na most Isten ereje körülményeket és kapcsolatokat tud megváltoztatni. Isten ereje segít a mindennapok problémáival megküzdeni. Meg tud gyógyítani testi és lelki bajokat, eltávolíthatja a házasságból az akadályokat, segít az anyagi nehézségek leküzdésében, tulajdonképpen mindenfajta nehézséget, válságot vagy csüggedést megold. És ami legfontosabb, ha nem is oldódik meg minden az életünkben, de erőt mindenképpen ad az Isten ahhoz, hogy elhordozzuk azokat a nehézségeket is, amikre úgy gondolunk, hogy talán nem tudjuk elhordozni. Amikor az én édesanyám meghalt, akkor nem is gondoltam volna, hogy ennyire mélyen fog engem érinteni, és úgy gondoltam én is, hogy olyan nehezen fogom, és nem tudom elképzelni azt, hogy élhetek én az édesanyám nélkül. Hogy élhetek, hogy ő nem figyel az életemre, hogy nincs ott mellettem, hogy ő nem gondoskodik rólam, nem tudtam elképzelni. És tudjátok meg, hogy az Istennel való kapcsolat és az ima segített engem abban, hogy
Ugye az embernek nem a fájdalmát veszi feltétlenül az Isten el, vagy a szomorúságát veszi el időnként az Isten, hanem egyszerűen megtanítja az Isten arra őt, hogy erőt kapjon, és megtanítja arra, hogy éljen a nehézségekkel is, a próbákkal is. A legutóbbi próbámban is valahol ez erősített, és olyan jó volt, és nagyon megerősített engem az, hogy testvérekkel, atyafiakkal tudtam együtt imádkozni, ami sokszor a mindennapok forgatagában, amikor minden úgy normálisan megy az életünkbe, valljuk meg olyan annyira elsikkadt, hogy nem szakítunk erre időt, és ismét megtapasztaltam azt, hogy milyen csodálatos dolog az, amikor Istennel kapcsolatban lehetünk, mert egyrészt, ahogy mondtam, meghitt kapcsolatban vagyunk vele, aztán pedig a másik dolog, Isten ereje így árad át az életünkben. Na most az Ószövetségben ez a történet, amit felolvastam, talán minden más bibliai igehelynél jobban meggyőzhet bennünket arról, hogy az imádságnak óriási következményei vannak. Nem régen volt egyébként a napi igében is, a mai igében is szó erről. Ugye a 2. Mózes 17-ből olvastuk ezt az igét, ami miről szól? Arról szól, hogy Mózesnek, Izrael híres vezetőjének egy válsággal kellett megküzdenie. Egy ellenséges hadsereg éppen odaérkezik a zsidók pusztai táborához, és az a szándékuk, egyértelmű szándékuk, hogy kiirtják őket, mert veszélyeztetik az ő területeiket, és a zsidókat el fogják pusztítani. Na most Mózes a legtehetségesebb hadvezérét hívja a katonai hadművelet megbeszélésére, és tervek alapos megvitatása után kijelenti Mózes, hogy milyen módszert fognak követni. Érdekes hadvezéri stratégiát állít fel Mózes, ilyet nem nagyon olvasunk a hadászati szakkönyvekben. Azt mondja Mózes, hogy Józsué, holnap elviszed magaddal a legjobb harcosainkat. Vezess ki a csapatot a síkságra, hogy ott nézzenek szembe az ellenséggel, és nagyon bátran harcoljatok. Én pedig két férfit viszek magammal, felmegyünk arra a hegyre, amelyről rálátunk a síkságra, és én az ég felé fogom emelni a kezemet. Azért fogok könyörögni, hogy Isten árasszon a csapatokra bátorságot, harci kedvet, és az együttműködés szellemét, és természet fölötti védelmet. Én meg majd figyelek, és meglátom, hogy mit tesz az Isten. Na ez a harci stratégia. És Józsué természetesen beleegyezik, nagyon jó kapcsolatban van Mózessel, és tudja azt, hogy tényleg talpig hívő ember, bízik az imádságban, és inkább Mózes imájára támaszkodik Józsué, mint a csapataira. Természetesen az történik, hogy amikor Mózes kezét az ég felé emeli, akkor mi van? Akkor Izrael népe előre nyomul, és fölül kerekedik az amálekiakon, amikor viszont, hát ahogy ez várható, Mózes keze elfárad és ellankad, és karját leejti, akkor a legnagyobb rémületén az történik, hogy az ütközet megfordul, és épp a szeme előtt csap az ellenkezőjére. Józsuénak a csapatait vereség éri, és az ellenség megveti a lábát. Mózes pedig újra az ég felé emeli a kezét, és akkor megint megfordul a csatának a sorsa. Na most Mózes aznap mit fedezett fel? Azt fedezte fel, hogy Isten minden legyőző erejét az imádság hozza el. Tehát Isten erejére csak akkor számíthatunk az életünkben, hogyha van ima életünk. És ne csodálkozzunk azon, hogyha soha nem beszélgetünk Istennel, ne csodálkozzunk azon, hogy nem történnek olyan dolgok az életünkben, amiket nem tudunk megmagyarázni. Hogy nem tud beáradni Isten természet fölötti ereje a mi életünkben. Ez azért van, mert nem beszélünk vele, és nem engedjük, nem nyitjuk meg előtt az életünket, nem beszélgetünk vele. Márpedig, hogyha ezt megtesszük, ha mi is felemeljük a kezünket Isten felé, és mi is elkezdünk imádkozni hozzá, akkor biztos vagyok benne,
hogy meg fogjuk tapasztalni, hogy mindenütt, otthon, a kapcsolatainkban, a piacon, az iskolában, a gyülekezetben mindig ott lesz az ő ereje, és mindig akkor lesz ott, amikor nekem a legnagyobb szükségem lesz rá. Persze feltevődik bennünk az a kérdés, hogy hogyan mutatkozik ez meg, hogy milyen ez az ima meghallgatás. Mert sokszor úgy nem érezzük, hogy most Isten meghallgatja az imádságot. Én rengeteg ilyen emberrel beszélek, aki mondja, hogy hát én annyit imádkoztam, bár ebben mindig kételkedem egy kicsit, amikor látom az emberek hozzáállását, keserűségét, csüggedését, hogy én annyit imádkoztam már, igen, de miért imádkoztál, vagy hogyan is imádkoztál, valóban Isten szólítottad meg valóban Istenhez imádkoztál, és Isten nem hallgatott meg engem, és Isten nem foglalkozik velem, meg nem is nagyon hiszem el, hogy annyi ember közül most éppen én motyogok ott valamit az orrom alatt, és mondom a magamét, és akkor Isten pont oda fog figyelni rám. Hogyan történik az ime meghallgatás? Hát ez az erő, ami kiárad, ez jöhet például bölcsesség formájában. Olyan ötletem támad például, amelyre óriási szükségem van, és én magam nem jövök rá. Jelentkezhet bátorság, nagy bátorság formájában, amire egyébként önmagamban nem lennék képes. Kaphatom bizalom vagy kitartás, nem mindennapi állóképesség a házastársammal, a gyerekemmel, vagy a szüleimmel szembeni megváltozott viselkedés formájában. Megváltozhatnak a körülményeim, sőt még kimondottan csodák is történnek. Mert hogy mik a csodák? A csodák olyan dolgok, olyan történések, amik meghaladják az emberi értelmet. Amik nem kiszámítható dolgok, amiket nem tudok megmagyarázni. És a hívő ember életében rengeteg ilyen dolog történik. Én úgy gondolom, hogy a hitetlen ember életében is történnek ilyen dolgok, csak a hitetlen ember mindent meg akar magyarázni, vagy éppenséggel nem veszi észre azt, amikor valójában csodák történtek az életében. Na most, éppen ezért, konklúzióként, hadd biztassalak és bátorítsalak arra benneteket, és önmagamat is, hiszen egyikünknek sincs szerintem ideális ima élete. Nem lehet eleget imádkozni, ugye, úgy, ahogy a hitet sem lehet túlzásba vinni, nagyon sokszor sokan mondják, hogy nem kell már azt annyira túlzásba vinni, a templomba járást, hitet, imádságot, mindent. Az ember nem tudja azt túlzásba vinni. Nem vagyunk olyanok, sajnos, hogy túlzásba tudnánk vinni, mert hogyha túlzásba vinnénk, akkor meg vagyok győződve, hogy sokkal jobban működnének a kapcsolataink. Na most azt akarom mondani bátorításként, hogy ne akadályozzuk az erőnek az áradását. Isten nehezen tudja kiárasztani az erejét az életünkben, hogyha zsebre dugott kézzel kijelentjük azt, hogy el tudom intézni egyedül is a dolgaimat. Ne lepődjünk meg, hogy ilyenkor egy szép napon arra ébredünk, lehet, hogy nem fog ez azonnal bekövetkezni, ez a veszélyes, tudjátok, a sátán nagyon-nagyon tud harcolni azért érettünk, hogyha Isten kezében akarunk maradni. Tehát nem jelentkezik azonnal a csatának a megfordulása, nem jelentkezik a kudarc élmény. Csak egy adott pillanatban oda eljutunk oda, hogy megérezzük azért, hogy a csata sorsa megfordult, a csata iránya, és most megint veszteség felé, meg megint kudarc felé hajlik az életünk. És minden erőnk elfogyott. Na most azok, akik nem imádkoznak, azok elvágják magukat Isten mindent legyőző erejétől. Tehát az imádság micsoda? Az imádság az a kulcs, amellyel szabad utat engedünk, és engedhetünk Isten győztes erejének az életünkben. Na most, amikor Mózes végre felfedezte az összefüggést az imádkozás és Isten ereje között, akkor elhatározta, hogy a nap hátralevő részében azért fog könyörögni, hogy az Úr vegyen részt a csatában. Az ő karja viszont elfáradt, tudta, hogy nem eresztheti le, hiszen amikor leeresztette a karját, akkor láthatta, hogy a csapatait elsöprik. Ezért az a két férfi, aki felment vele a hegyre, olyan követ keresett, ugye, amelyre vezetőjük leülhetett, majd pedig ez a két férfi a karja alá hajolt, és segítette, hogy Mózes
magasba tudja tartani a karját. Ugye el tudom képzelni ezt az egész jelenetet, Mózes ülött egy kövön, a két fiatalabb ember ott körülötte áll, Áron és Húr, és aztán fogják Mózesnek a kezét, és emelik az ég felé. Na, ez az ima közösség. Ez az ima közösség. Ezért jó az, hogy a hitet nem egyedül kell megharcolni. És nagyon-nagyon őszinte tapasztalatból tudom mondani azt, hogy amióta a gyülekezetünkben is, és Istennek hála, el tudtuk indítani ezt az ima közösséget. Hát, jöjjetek azok, akik nem jártok, és tudjátok meg, hogy miről maradtok le. Hogy milyen csodálatos dolog az, amikor lehet, hogy az én karom ellankadt és lehanyatlott, de valaki ott van mellettem, és felemeli a kezemet. És együtt, közösen tudunk imádkozni az Istenhez. És tapasztaltunk már rengeteg csodálatos ima meghallgatást, és közben mélyült, és szépült, és erősödött az életünk. Belefáradtunk az imádkozásba? Vagy még el sem kezdtük az imádkozást? Nem volt miben belefáradni? Vagy belefáradtunk az ellenkezésbe? Na most, vagy éppen azon gondolkozunk, hogy Isten egyáltalán meghallgatja az imádságainkat. Na most szeretném én valamiképpen most a ti életetekben Mózes barátjának a szerepét betölteni. És ma délután azt mondani nektek, hogy emeljétek fel a kezeteket. Tegyétek oda magatokat imádkozni. Ne lustuljatok el, ne spóroljatok az imával. És hogyha nem megy egyedül, és nem fog menni csak egyedül sokszor, akkor vegyétek igénybe a testvéreknek a közösségét. És lássátok meg, és tapasztaljátok meg, drágáim, azt, hogy Istennel meghitt kapcsolatba így kerülünk. És Isten ereje így árad bele az életünkbe. És így tölti el az életünket. És minden értelmet meghaladó békességgel vonja be az életünket. És erre nagyon nagy szükségünk van, hiszen mindannyian menetelünk az életünk próbatételei felé, menetelünk az életünk vége felé is. Még nagyon sok minden van, amire fel kell nekünk készülnünk, amire erőt kell nyerjünk, és amit Isten nélkül nem kaphatunk meg. No, hát fogunk még beszélgetni az imádkozásról az elkövetkezőkben is, de most ma délutánra legyen ennyi elég, ennyi elmélet, igaz? Tessék akkor gyakorolni, és gyakorlatba ültetni, és ha addig nem is, de kedden legalább találkozzunk minél többetekkel gyülekezeti ima közösségen is, amikor valóban tapasztalhatjuk azt, hogy mit jelent Istennel meghitt kapcsolatban lenni és érezni az ő erejét. Így legyen ez. Ámen. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked, hogy te párbeszédre hívsz el bennünket önmagaddal, és hogy olyan csodálatos módon munkálkodsz és dolgozol az életünkben. Én is olyan csodálatos módon tapasztalom azt, hogy az évek során, hogy alakítottad ki azt a kis magot, azt a kis közösséget, és hogyan győzted le embereknek az óckodását, idegenkedését az imádságtól, a hangos imádságtól is, és hogyan váltak aktívan imádkozó emberekké itt a gyülekezetben is testvérek. És ez mind azt erősíti meg bennem, Uram, és köszönöm ezt neked, hogy igen, te egy munkálkodó Isten vagy, aki képes vagy meggyőzni bennünket arról is, ami ellen ösztönösen verzenkedünk, ami ellen lázadozunk. És most arra szeretnélek kérni, hogy könyörülj rajtunk mindannyiunkon, hiszen mindannyian hullámzó, érzelemvilágú emberek vagyunk, nagyon gyengék, és sokszor kiborulunk, és elgyengülünk, hogy segíts bennünket szilárdan kitartani az imádságban, hogy ne lankadjunk el ebben. Vagy hogyha látjuk, hogy lankad valaki, lankad a társunk, a mellettünk élő, akkor segítsük őt, nyúljunk oda,
a hóna alá, nyújjunk oda az élete alá, és hordozzuk őt imában. Hordozzuk azokat, akik nem tudnak már imádkozni, vagy nem tudnak még imádkozni. És higgyük el, Úrunk, hogy a maga idejében kimunkálod mindenkiben ezt a drága, csodálatos kegyelmet, hogy közel enged magához téged a veled való beszélgetés által. Úrunk, köszönjük ezt a meghitt kapcsolatot, amit érezhetünk azok, akik imádkozunk hozzád, akik beszélgetünk veled. Köszönjük azt, hogy a te erőd valóban árad. És add, hogy valóban odaadóan és kitartóan akarjunk és tudjunk küzdeni az elkövetkezendőkben is. Minden olyan ügyért, amiben megoldást várunk, ami ott tornyosul előttünk, amire nem találjuk a választ, és higgyünk abban, hogy te a maga idejében mindent megoldasz és mindent jóra fordítasz. Köszönjük neked a te erődet, a te jelenlétedet, a te kijelentésedet, ezt a mai alkalmat is, találkozásunkat veled és egymással. Erősíts meg bennünket a jövő héten, adj nekünk elég erőt a munkánk végzéséhez, hadd tudjunk áldássá válni másoknak az életében is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Mindezeknek utána Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az orcáját te rejád, és adjon néked békességet. Ámen. Legyen hálás a szívünk, drága testvérek, azért, hogy Isten foglalkozott velünk a mai napon, hogy vele tölthettük az időt. Az én drága lányomnak volt egy kisebb kirohanása az Isten tisztelet előtt, amikor kijelentettük, hogy be kellene jönni a templomba Isten tiszteletre, és akkor nagyon őszintén, hát nem vagyunk mi képmutatók, azt mondta, hogy hát már megint templomba kell menni. Hogy egész napom elmegy erre. Azért imádkozunk, hogy a lányom is majd megértse, hogy milyen csodálatos dolog, hogyha erre pazaroljuk az időnket, hogy Istennel és egymással közösségben legyünk. Na, hogy remélem, hogy ti nem így érzitek, hogy jaj, ez egész napon majdnem elment, ennyi prédikációt hallgattam, meg itt a templomban ültem. Adjon Isten áldást a jövő hétre, és sok erőt, és kitartó ima életet. A 487. énekkel fogjuk befejezni ezt az együttlétet. 487. énekünket fogjuk énekelni. Ó, terjeszd ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad. Az első versét helyénken maradva, majd a másik versét helyénkről felállva fogjuk énekelni.